Köszönjük szépen. Hare Krishna. Ez a hangerő, az jó? Hangosabban beszél? Hallják? Te leszel a hangosító. Oké. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. És jó volt mai kis ételosztás. Ki volt? Andorek voltak. Igen. Nagyon jó. Köszönjük szépen, 180. 108. Csomag. Akkor ki kell javítsam a videót. 108. Ott 180-at, 80-at mondtam. Nem van, majd bepótoljunk. Holnap. Ja. Jó, 108. Igen, ez egy nagyon fontos, hogy másoknak adni lehetőséget, mert így alakul az élet sok embernek, hogy ha bár mindenki boldog akar lenni, mindenkinek ez a célja, mindenkinek az a terve, de a cél és a terv ellenére vannak olyan mondhatjuk, hogy törvények, ami nem foglalkozik a mi céllal annyira, hanem ember inkább nehéz helyzetben fog születni, mint látjunk, most is voltak ott családok, gyerekek, vannak szegények, valakinek van probléma a szüleivel, valakinek úgyhogy probléma a szüleivel, nem a pont a kapcsolat, hanem nincs szülei, vagy betegek, vagy annyi sok minden lehet. És az együttérzés, ez egy nagyon fontos tulajdonság civilizált embernek. Igazi civilizált ember, ő neki fáj, mikor lát, mikor mások szenvednek. A nem civilizált ember akkor boldog, mikor másik szenved. És boldogtalan, mikor másik jó érzi magát. Ez is van. És fontos, hogy hát elsősorban ez az ennivaló, az a legfontosabb, azt próbáljunk osztani. És amit Gabi kérte, hogy ma beszéljünk egy kicsit karmáról, karma törvényről. Végül mindegyik embernek az élete karma nélkül nem működik. Ez egy törvény. És hogyha mi most csak egy ilyen madár távolatról meghatározunk, hogy mit jelent, hogy karma. A karma az, amit vetsz, az aratsz. Ugye? Hallottunk ilyet. És amikor már kell aratni, akkor már nem tudsz változtatni. Hogyha valaki vetett zabot, és mikor már kell kaszálni, ott már nem lesz búza, az már meg kell enni. És akkor kell gondolkodni, amikor valaki vet. Ez nagyon fontos. Most nem, és igazából így a jó látás az az, hogy egy szempontból például most azok, akik rászorultak, vagy szenvednek emberek, egy szemszögből együtt érző kell lenni. Más szemszögből jó megtanulni, látni, mi az ok. A ember, amikor kerül nehéz helyzetbe, az azt jelenti, hogy most aratás van. Valamit vetett olyan magot, ami most nem túl finom, kicsit keserű a mag.
És kicsit erről akkor fogunk beszélni. Emlékszem, mikor még voltam 20 éves, 20 eleje éves, akkor befejeztem sulit, visszajöttem katonaságból, most már ilyen nincs. Én gondoltam, na akkor most neki indulunk, boldogak leszünk. Mindenki így gondol 20 éves korban. És vagy lesz, vagy nem lesz, szóval nem muszáj ne legyen. Viszont a kényelmetlen helyzetek mindig jöttek, és akkor mindig volt egy kérdés, hogy miért velem ez történik. Én nem terveztem, hogy rosszba kerüljek, vagy rossz történjen velem. Mindig jót terveztem, azt terveztem, boldog legyek, de mégis. Mégis velem történnek. Emlékszem, ezt lehet látni, sok ember így él, hogy miért pont velem most ez megtörtént. Én is ugyanúgy találkoztam ezzel, mint pont velem. És mikor kerestem választ, akkor találtam egy könyvet, akkor még nem is Krisna tudatos könyv volt, hanem volt egy író, egy orosz író, aki írta egy könyvet, a karma diagnosztikája. És akkor ott leírta, hogy milyen reakció láncolat, vagy hogy mondjuk ezt, össze van rakva az embernek az élete. És végül, amikor elolvastam a könyvet, akkor egy végkövetkeztetés jött létre bennem, hogy én vagyok a ok minden jónak, ami velem történik, senki más nem ok. És én vagyok az ok, hogyha velem rossz történik. Hát nem tetszett. Nagyon nem tetszett. De ugyanakkor volt ez az érzés, tetszik, nem tetszik, akkor is így van. Igen, és akkor elkezdtem keresni, mi a megoldás. És a védikus írások, főleg van, hát van sok, van Bhagavad Gita, ott nincs részletezve a karma, mert végül nem a karma a fő tudomány, a karmát megérti ember, amikor lelkileg fejlődik, de többféle helyeken lehet tanulmányozni, hogy ez micsoda. Sokszor ember azt gondolja, hogy ez valami misztikus dolog. Nem, ez egy törvény, ugyanolyan törvény, mint a van gravitációs törvény, és hogy tovább, ugyanúgy itt is. Mint a kertészet törvény, amit vetsz, azt aradsz, itt is ugyanúgy. És sokszor ember azt gondolja, hogy a karma az általában ilyen testre vonatkozik. Valaki beütött a fejét, akkor ez a karmát, lerepült a rollerről, ami most egyre több ember repül a rollerről, az a karmát, az igaz. De nem mindig, mert valamikor te figyelmetlen vagy, szóval nem mindig minden karmára kell kenni, hanem hogyha te figyelmetlen voltál, akkor ez nem biztos, hogy karma. Hogyha figyelmes vagy, akkor nem biztos, hogy megtörténik veled. Szóval így, amikor te minden megtettél, de nem a te hatáskörröd alatt volt a helyzet, és mégis megtörtént, az a karma. Igen. És nem csak a testre, ami kicsit később fogok mutatni, hogy hogyan működik az egész törvény, nem csak a testre van karma, hanem a mi viselkedés, ahogy mi reagáljunk a világra, megsértődjük, nagyon ilyen érzékenyek, sérülékenyek vagyunk, vagy tompák vagyunk, vagy nagyon jól tudjuk megemészteni különböző helyzeteket. Hogy ez a szoftver, amelyik
automatikusan engem késztet reagálni, ez a mi karmánk. Szóval ez is karma, a tulajdonság. Ugye a védikus írások magyaráznak, hogy hát az asztrológia mond, hogy milyen a testnek milyen hosszú élet lesz, az már megvan, amikor születünk, milyen oktatás, átmegyek oktatáson, ez azt jelenti, hogy nem csak információilag, hanem bölcs, mennyire bölcs leszek. Itt nálunk most modern tudomány, modern oktatásban elég, hogyha megjegyzel, vizsgán visszaemlékeztél, mondtál, és akkor már ötös, piros. Milyen van még diplomák most ilyen? Vörös, vagy aranymedál? Ott van a friss iskola befejező, Szabi. Nincsenek már ilyenek? Hogyha valaki nagyon kitűnően tanul, akkor kap valami kintütetés. Vannak? Van, igen. Aha. Igen, de hogy ez csak egy információért kapunk valami kitüntetést, az a védikus rendszerben ez még nem teljes oktatás. Teljes oktatás, mikor valakinek van egy bölcsessége ezáltal. Akkor élethossz, akkor az oktatás, akkor betegségek, azok is már előző életekből, mikor már születünk, azt is mindjárt meg elmesélek, hogy hogyan történik, az már hozzuk magunkkal. És csak egy időzítés van, hogy mikor lesznek aktívak, gazdagság, hogyha nincs karmámba, akármilyen ügyes leszek, nem lesz pénzem. Hogyha karmába van, akár ilyen ügyetlen leszek, akkor is lesz pénzem. Majd születek egy családba, ahol pénzem egész életemre lesz. Szóval ez is működik. Szóval így mondjuk ezt a négyet. Van olyan is, például a jó karma, akkor egészséges, szép, okos, gazdag. Rossz karma, nagyon rossz karma. Csúnya, beteg, buta, szegény. Ez a rossz karma. És akkor ezeknek lehet kombinálni. Gazdag, beteg, okos, csúnya. És akkor, ahogy festő, fogjunk, és akkor fessünk. Így, meg úgy lehet csinálni. Jó, akkor hogy működik? Egy kicsit elmesélem. Sokat nem fogunk, hogy ne legyen emésztési probléma. Ahhoz, hogy megértsünk a karma törvényt, ahhoz egy kicsit kell vizsgálni maga embert, hogy ez hogy működik, ki az ember, miből állunk mi. Tehát van a védikus írások szerint durva fizikai testünk. Ez a test, ez egy durva fizikai elemekből álló test, ami már eredménye valamelyik életnek. Itt rajtunk a testen, ez egy megnyilvánult karma. Nincsen egy sejt, ami nem karma szerint van. Minden tudatosan van alakítva. Az új lenyomat, szem, lábunk, kezünk, fejünk, bőrszín, emésztés, egészség, minden, ugyanúgy, ahogy itt van Andor, ő építéssel foglalkozik, ugye nem szokták úgy építeni, hogy kiborítják, és akkor megvan. Nem, minden téglát kell rakni helyesen. Igen, ugyanúgy a mi testünk, minden sejt ugyanúgy van rakva, ahol egy ház építve. Szóval nincsen véletlenül, hogy például nem vagyok építész, de azt gondolom, hogy ha építjünk egy házat, akkor a tégla az egy típusú, jó, hogyha egy típusú. Nem, hogy egy ilyen méretű, másik olyan, és akkor... Szóval ugyanúgy nálunk is minden egy típusú van, és akkor megvan építve a testünk. Jó, akkor van másik, úgy hívják, hogy finom fizikai test. A
finom fizikai test, ez nem lelki, valahol mondják szellemi test, lehet úgy is mondani, angolul úgy is mondják kauzális test, ugye okozott test, és van lélek. Ez a három között, durva fizikai test, finom fizikai test és a lélek között, mi maguk vagyunk a lélek. Mi vagyunk a lélek. Valamikor azt mondják, hogy jaj, tudom, nekem van lelkem, mikor meghalok, akkor lelkem elszáll. Nem, neked sose volt lelked, neked nincs lelked, neked sose lesz lelked. Bocsánat. Mert te vagy a lélek. És te szállsz ki a testből. Nem valaki, valami, te szállsz ki. És a lélek közvetlenül nem irányítja, nem kontrollálja ezt a testet. Ezért van finom fizikai test. És akkor az keresztül van irányítva a test. A durva fizikai test. Ezért, amikor durva fizikai test meghal, mondhatjunk úgy, amikor a léleknek a kontroll hatás köre a test fölött többet nincsen, lejárt, akkor elveszíti kapcsolatot ezzel a testtel, nem, már nem tud kontrollálni. Elromlott a kapcsolat, és akkor távozik a testből. De finom fizikai testtel együtt. Mi ez a finom fizikai test? Arról az is egy nagyon mély téma, én csak egy részt fogok belőle használni most, hogy megmagyarázzunk. Egyik rész a finom fizikai testnek, ez a, hát hogyha szanszkritot mondjuk úgy hívják a citta, hogyha magyarul mondjuk a tudat. A tudatunk az nem az agyban van. De mivel nagyon szorosan működik a tudatunk és az agyunk, akkor nagyon úgy néz ki, hogy agyban van a tudat. Mert azonnal történnek folyamatokat. A tudat az itt van a szívünkben. A védikus írások magyaráznak, hogy a szívéből 72 ezer csatorna árad ki. A modern tudósok, az agykutatók, a kutatásának az eredménye az lett, hogy az agy nem kontrollálja a szívet, hanem a szív kontrollálja az agyat. Hogy a szívből jön információ 90% az agyba, és akkor történnek szervezetbe változások, meg minden, és csak 10% feedback információ megy vissza a szívbe. Szóval így. És ezt már a tudósok, hogy észrevették, hogy a szív, ez egy teljesen önálló szervezet a szervezetünk belül. Mert ott van a tudatunk, ott van a lélek, és ott van a tudat, a finom fizikai test. Hogyha mi most egy kicsikét megnézzünk a magyar nyelvet, akkor fogunk látni, hogy valamikor erről volt tudás. Mikor mi valakinekünk megköszönni, mi mit mondjunk? Agyasan, vagy májasan? Szívesen. Igen. A tiszta májból ajándékozunk valamit, vagy a tiszta agyból, vagy miből? Tiszta szívből. Igen. Amikor a férj feleségnek, vagy feleség férjnek azt mondja, hogy te kis agyacskám, májacskám. Hogy szokták mondani? Szívecském, vagy szívem, drága szívem, ugye? És ez nem véletlenül, ez ilyen maradványok már az eredeti tudásról. Szóval itt mutatja, hogy valamikor még magyar embernek, nem tudom hány, 1000 éve ezelőtt volt erről információ. És ez még csak megmaradt, most már ilyen csak megszokásból mondjuk, mert ez egy kulturális. De ember, mikor így mondta régen, ő érezte ezt a szeretetet. Mert onnan jön. Szóval ez nem véletlenül.
Így lehet látni, hogy, és ez nem csak magyar nyelvben, ez most csak egy magyar nyelvet mondtam. Jó, az angol az már kicsit heavy-b. Már ilyen, nem tudom, motor hard, vagy valamit mondanak. Persze van motor head. De oké, ez most mi megnéztünk. Most nem fogok a szentírásokról, mindegyik mondja, hogy itt van a szívben a lélek és a tudat. De a lényeg, hogy a tudatnak van információ tárhely, mert tudat az azt jelenti, hogy tár, valami tárol. És a mi tudatunk két részre van osztva, van, agyban van egy kis információ, de a mi tudatunknak van egy, ahogy mondják, tudat, és van, ami megszoktunk értelmezni, hogy a tudat alatti. Olyat is hallottunk róla, tudat alattiról. Mind a kettőben van információ. És minden, amit mi teszünk a mi egyes életünkben, például ebbe az életbe, minden nap, amit én valamit cselekszek, és kapok egy élményt, másoknak okozok egy élményt, az minden fog maradni nálam. Az nem fog elmenni, nem fogok elveszíteni. És egy idő múlva elfelejtek, mi nem emlékszünk minden gyerekkorunkról, de ez nem jelenti, hogy az nincs meg bennünk. Hanem ez utána archiválódik, így a számítógép nyelven, és akkor tudatalattiba kerül. Végül az összes születésünkről minden információ megvan a mi tudatunkban, mert ez a rögzítési rendszer, ahogy most már csinálnak a felhőrendszereket, ahol lehet befizetsz, akkor neked már ilyen határtalan tárhelyed van, és így tovább. Ugyanúgy, ami tudatalattiba, sose fog betelni, nem tudjuk betelíteni, mert máshogyan van rögzítve az egész. Végül, mit ebből tudjuk mondani? Hogy minden cselekvésnek a jó és a rossz, jó élmény, amit én kaptam, másoknak okoztam, ez minden rögzítik, és utána a következő életben én fogok kapni vissza. Amit adok, vagy amit csinálok. Hogyha én másoknak fájdalmat okozok ebbe az életbe, akkor következő életben én fogok kapni fájdalmat. Hogyha én adok, akkor én fogok kapni. Egy példát mondom. Mondjuk, hogy, és itt többféle képen még történik, egy szemszögből ez mindent, mint egy energia is. Például negatív, ez egy energia, tudjuk, ugye? Hogyha valaki nagyon dühös, akkor ilyen tüzenergia van, és nehéz, nem tudjuk szembenézni, mert érezünk, mindjárt hamorá fog égetni engem. Ezért, amikor mondjuk én bántottam valakit, én elindítottam, én lettem ok egy negatív energiának. És ez nem fog eltűnni már, az már nem fog megsemmisülni, hanem ez az ember biztos átadja tovább. Mint a sokszor van olyan, hogy férj vagy feleség a munkahelyen kap valami stresszt, aztán jön, akkor otthon is továbbadja. Férj feleségnek, feleség férjnek, gyereknek, vagy nem tudom, valaki elmegy a bokszsákba átadja. Többféleképpen lehet átadni ezt az energiát. Jobb, hogyha bokszsákba, vagy nem tudom, valahol máshova, mint hogyha egy másik személynek. És utána, amit én adtam másoknak, nekem ezt meg kell tapasztalni. És amikor én elmúlik egy idő, én el is felejtettem, akkor úgy működik, hogy én leszek, mint egy adó, vagy vevő, és ez én fizikai testem, a finom fizikai testem, én nem is tudok róla, és keresi a tudatom, úgyhogy én nem is tudok róla, olyan személy, aki hajlamos bántani.
Ő is keresi, kit lehetne bántani. Ő nem tud mindenkit bántani, hanem azokat, akiknek kell kapni. És akkor így megy két radar, hapsz, megvan a wifi kapcsolat, jön a átadás. Ugyanúgy a jó, ugyanúgy a rossz. Ez így működik. Mind a kettő irányban. De sajnos ahhoz, hogy jó működjön, ahhoz kell tudni, mi a különbség jó és a rossz között. A másik probléma, azt, amit minket most tanítanak, jónak, az nem minden jó. Most mondom egy fájdalmasat, ezért utána ne felejtsetek el fájdalomcsillapítót szedni. Például általában a húst enni nem rossz. Mi így tanultunk, ugye? Kitanították, hogy az rossz. Iskolába, óvodába, nem rossz. Igen, rossz. Ez rossz karma, az biztos. Szóval ezért, hogy csak jó lenni, az kevés. Kell tudni, mi a jó, mi a rossz, mert honnan tudhatom, mi a jó, mi a rossz? Hát én a Magyar Alkotmány törvénykönyvet olvastam. Hát, hogyha ez a Magyar Alkotmány, vagy a törvénykönyv, mi a jó, mi a rossz, egyezik Isten törvényével, akkor oké. Hogyha nem egyezik, akkor ki kell egészíteni. Semmi baj, hogy van egy törvény, de jó mindig kiegészíteni, mert a jó és a rossz, a koordináta induló pont, az mindig Isten. Mert ő mondja, mi a jó, mi a rossz. Az az abszolút. Az nem lehet felülírni. Ugyanúgy, mintha mi most veletek mindjárt indulunk haza, és megyünk mindenki bal oldalon kocsival, mert a rendőr megállítja, mi? Hát én nekem mi tetszik, én most azt gondolom, neked tetszik, rendőr, neked jobb oldalon tetszik, nekem bal jobb oldalon. Nem, mert nem vagyunk felhatalmazva, ugye? Nem tudjunk beleavatkozni a kereszt törvénybe. Ugyanúgy a törvény, ami Isten létrehozta, nem tudjunk. Lehet, hogy mi akarunk, lehet. Ugye mehetünk mi a piroson is, senki nem fogja a kezünket, nem menj a pirosra, átmehetsz a zebren a gyalogoson is. Szokták titeket fogni? Nem. De nem megyünk, mert tudjuk, hogy én nem tudok változtatni ezen a törvényen. Ugyanúgy itt is, hogy van nekünk szabad akaratunk, az becsületben van tartva, senki nem akarja mi a szabad akaratunkat bántani, vagy szűkíteni, de vannak törvények, és akkor mi döntsünk. Szóval mi a jó, mi a rossz. Oké. Okay. Nézzünk, hogy ne legyen túl sok. Végül párhuzamosan kettő dologra van szükség nekünk. Az egyik, ez megtanulni, mi a jó, mi a rossz. A másik, hogy mi nem tudhatjunk, hogy mi az előző életben miket csináltunk, és mit rá vár holnap ránk. Mint megvárunk, hogy rendeződjenek a dolgok. Szóval egyik dolog, hogy megtanuljunk, a másik, hogy hát mi sok életet éltünk, és nem tudjuk. Hát a intelligens ember azt mondja, hogyha jó csináltam a múlt életekben, az oké. Okay. Az várunk szeretettel, de hogyha rosszat csináltam, azt nem akarunk kapni. Mit lehetne csinálni? És akkor itt vannak ilyen kifejezések, hogy karma tisztítás. És van sokféle elképzelés róla, de itt is kell, hogyha valaki ismeri, hogy hogyan működik a karma, akkor fog érteni, hogyan lehet tisztítani. Én nagyon sok variációt hallottam, ami nem igaz. Például Baján, jó, régen voltam, tartottam egy előadást karmáról,
És akkor mondtam, a végén akkor kinek van kérdések, és akkor volt egy kérdés. Hát én azt hallottam, hogy Indiában van karma, de Magyarországon nincs karma. Hát ez spekuláció, ez ugyan, hogy a, mert például a betegség, ez is karma. Ez azt jelenti, hogy magyarok nem szoktak betegek lenni, minden sinen van, minden jó. Nem így néz ki, akkor van karma. Szóval így valamikor így tanítanak, a személyek próbálnak tanítani, ami semmit nem is értenek belőle. Ez olyan, hogy most elkezdek nektek geometriát tanítani, vagy kémiai mindenféle formulákat, hogy kell vegyíteni a vegyszereket. Nem tudok ezt csinálni. Előbb meg kell tanulnom, és akkor utána lehet. Ugyanúgy is a karma törvénnyel. És a karma törvényt, hogyha mi most megnézzünk, hogy biztos, ami jó, hogyha akarunk, nagyon könnyű és egyszerűen, nem kell sehova menni, valami nem tudom miket csinálni, parazson járni, vagy nem tudom mit szokták még gondolni, karma tisztításnak mindenféle furcsa hangukat létrehozni. Hanem Bhagavad Gita azt mondja, Janma karma cseme divam evam yuvati tatvata, tek tvá deham punarjama, naiti mamete szorjana. Minden tett, én csak így most rövidre zárva mondom, minden cselekedetünk, ami Isten elégedettségére van irányítva, az tisztítja a karmát. A többi, az például valaki mondja, jó, hát én csináltam rossz karmát, most csinálok jó karmát. Például kihasználtam embereket, most elkezdek ingyen gyógyítani, masszírozni, meg ez a massz, és most próbálok tisztítani a karmát. Nem tisztít. Hanem mi történik? Ez azt jelenti, hogy csinálok rossz karmát, utána segítek embereknek, ez egy jó karma. De ez, és a jó nem semlegesíti a rosszat. Ez azt jelenti, hogy sorba fog állni, és akkor mindegyiket majd visszakapok. Ezért nem. Viszont ez nem jelenti, hogy ne csináljunk akkor jót. Nem. Hát ez az alap. Ez az alap, hogy jó. Jó csinálni, ez az alap. Miért? Mert utána könnyebb lesz, mert a jó tevékenység tisztán tartja a tudatot. Kivilágosított tudat lesz, nem felvilágosított, hanem van egy kapacitás lelki gyakorlatra. Mert hogyha mi, mert igen, a karma befolyásolja meg a tudatot olyan szemszögből, hogy hogyha én bűnös tetteket végzek, akkor a tudatomat szűkíti. És akkor nem tudok már érteni a karma törvényt, ezeket már nem is értem. Nem értem a lelki dolgokat. A jó jámbar cselekvés tágítja, nyitja a tudatot, és embernek van ez a kapacitás megérteni, érdeklődni, mi az a karma, mi az a lélek, ki Isten, és így tovább. Szóval ezért a jó, ez a gyalap beállításuk, jó ember lenni. Ez a minimum. És akkor a lelki, ugye akkor jó vagy rossz, akkor ez sorba állítja, és akkor nem semlegesíti, de a lelki, az a, mit jelent, hogy lelki, az mindig Istennel kapcsolatban, az a lelki. Hogyha Istennel kapcsolatban van, úgyhogy ő elégedettségére, akkor ezt elégeti a karmát. Aprarabda palampapam kutam bijjal palanmukam kreminava pralieta Vishnu bhakti ratatmanam. Bármilyen karma, ami van embernek, hogyha valaki igyekszik szolgálni Istent valamilyen szinten, akkor kráminálva prelijete, akkor vége minden karmának. Bármilyen, ami van. Szóval ez a törvény. Ez a... És például, mikor osszunk ételt. Milyen ételt osztunk, ami fel van ajánlva. Gondolom, Gobi meg a Málinik felajánlották az ennivalót, és utána, amikor jöttek a szegények, akkor, mert hogyha mi csak ételt osztunk, akkor ideglenesen segítünk. Oké, ma jó lakott, és holnap mi van?
és holnap után. És nem lehet tudni, hogy neki hány életen keresztül így kell születni, mert nem mindig csak egy életre így erről szól. De hogyha mi adjunk lelki ételt, ami Istennek fel van ajánlva, garantált, hogy élet végig ő megszabadul erről, ettől a, hogy mondjam, gyatralmas helyzetből? Gyötrelmes helyzetből, és következő életben akár szent életű lehet. Mert ez az étel, amit ember eszik, ami fel van ajánlva Krisnának, az minden karmától megtisztítja. El is felejtettem verset, Bhagavad Gita, harmadik fejezet. Na mindegy, van egy vers Bhagavad Gita-ból, pont erről beszél. Aki eszik olyan ételt, ami Istennek felajánlva, minden bűnnek a visszahatásától felszabadul. Ez például karmatisztítás. Valaki eljön Krisnás étterembe, eszik, jól lakik, finom, közben már karmatisztítási tréningen részt vesz. Igen, akkor énekeljünk, ez a karmatisztítás. Olvasunk szentírást, hallgatunk szentektől szent dolgokat. Ez minden, ez a karmatisztítás. De ki a szent? Aki a szentírás szerint él. Nem, aki kitalálta, hogy én most szent vagyok, és akkor nyitom egy oldalt a TikTokon, és akkor írok nagy betűkkel, szent vagyok, gyertek. Bankszámlát nyitottam. Általában. Nem, hanem aki hiteles szentírásokat követi, akinek van lelki tanítómestere, az a szent életünk. És hogyha tőlük, velük társulunk, tőlük halljunk, akkor ez a karmatisztítás. Nagyon egyszerű. Satam prasangam mama vira samvida. Ugye azoknak a személyeknek, akik a szentírás, vagy a Bhagavata alapján élnek, akkor az ők szavai nagyon erősen változtatják az életünket. Még értjünk, nem értjünk, akkor is hatása van a szavaknak. Mert szó, ez egy nagy erő. Jó. Hogy ne legyen túl sok információ, gondolom, hogy megállom, esetleg, hogyha ezek után felismerő kérdés is, akkor lehet kérdezni. Ez normális. Megy az emésztés. Ebéd is, meg a információ. Jó. Igen. Kérdésem, hogyha valami nincs a karmába, akkor akármit csinálunk, akkor se lesz. Most akár gazdagság, különbség, boldog párkapcsolat, akármi. És akkor viszont szeretnénk azt a valamit, mondjuk akár egy boldog párkapcsolatot, akkor, de ha nincs a karmánkban, és mondjuk akkor ezt nem is fogjuk tudni ebbe az életbe elérni, akkor azt el kell fogadni, vagy tudunk esetleg valamit tenni azért, hogy esetleg megéljük azt, amit szeretnénk. Uh-huh. Igen, fontos kérdés. Hát lehet látni, hogy sokszor van, vagy a férfiaknak és a hölgyeknek, van ilyen, hogy egész életre. Nem, feladni nem kell sose. Vagy legalább próbálkozni, legalább 50-es korig nem kell feladni. Addig lehet harcolni. De hogyha mi tisztítjunk a karmát, és mi Istenhez fordulunk, és mert az ő hatalmában minden megvan. De neki van terve is. Csak azért így mondom, hogy valaki, akkor menj, bármit, akkor megyek Istentől, kérem, és mind meg lesz. És nem lesz, akkor ez csalódás. Nem, itt is kell. Először jó lenne, hogy már mi már gyerekkortól vagyunk, és jó, hogyha már valaki látta
Istennek a jelenlétét az életébe, az már így jó, akkor már van egy meggyőződés, hogy Isten van, hogy ő szervezett, rendezett. Aztán van nekem karma, és ő, hogyha akar, ő felülírhat, de hogyha nem, akkor meg kell tanuljunk, hogy mi az üzenet. Igen. De ugyanúgy, mint a gyógyítással nem kell feladni, ugyanúgy ezzel is. És hogyha nem, akkor keresünk, tanulmányozunk. De üzenet az nem a... Jó, valamikor valaki elmehet pszichológushoz, ott családállításba, az nem baj, de legjobb a szent írás, a szent a lelki tudomány, az legjobban, mélyebben tud nekünk adni, és nyugalmat is ad, megnyugtatja. Azért így mondom, hogy jó, kérjünk, és igen, adhat, mert ugyanazt csinálhatja valaki, például valaki asztalos, és levágta az ujjait. Ez egy karma. És akkor oda megy a templomba, és akkor imádkozik, és akkor kinőnek az ujjai. De Isten nem képes ezt megcsinálni? Képes, de nem avatkozik be. Valamikor beleavatkozik valamibe, valamiben nem avatkozik be. Mi nem értjünk mi, pont mikor, hogy. De nem, mert van egy igény, ez egy jó. Valakinek, férfinek van feleségre egy igény, ezeket az élményeket átélni, hölgyeknek van igény családi élményekre gondoskodni, átélni az egészet. Ez egy jogos dolog, ezért nem, hogyha csak úgy elfogadjunk, akkor lehet, mert akkor mi elnyomjunk. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy egészségesek maradunk, mert ez nagyon szét tud nyomni. Viszont, hogyha mi lelki kutatásban leszünk, és ott kutatunk, akkor még hogyha nem teljesül ez a vágy, viszont, hogyha én lelki személy leszek, akkor nem lesz semmi hiányom belül. Nem lesz hiányérzetem. Teljes elégedettség, igen, teljes elégedettséget fog okozni. Erről mondja a Bhagavad Gita is, hogy Machita Magata Parana Bodhayanta Parasparam Kathayantas Tam Chamam Nityam Tushyanticha Ramanticha. Hogyha emberek foglalkoznak lelki dologgal, lelki témával, akkor Tushyanti, mindig elégedettek. Teljesen elégedettek, és rámántítsa, és boldogok. És pont, mert sokszor nekünk lehet mindenünk itt a világban. Családunk, jó egzisztenciánk, minden, de mivel lelki dolgokkal nem foglalkozunk, nem leszünk boldogok. Nem lehetünk elégedettek, mert mi lelkek vagyunk. Viszont, hogyha bármilyen probléma, hiány van, de lelkileg össze vagyok rakva, akkor minden oké. Teljes mértékben, és ez garancia. Szívesen. Említetted ugye a húsevést. Ezt tudja elmondanád, hogy teljesen érthető legyen, mondjuk akár számomra is, aki még én ezt nem értem. Uh-huh. Tudom, hogy a Krisna hívők ugye összesen nem lesznek húsz. De hogy a ti olvasatotokban milyen rossz hatása van akár a fizikai testre, akár az ember lelkére, mert ugye úgymond, aki nem Krisna hívő, tényleg gyerekkortól, óvodától, mindenhol ott van a hús, tehát. Igen, és tudod, a Krisna hívők is mielőtt lették, ők is mentek ugyanezen az úton? Igen. Milyen rossz hatása van, és mi az oka, ami miatt? Jó, akkor több szinten van, és akkor válaszolok. Egyik a test, mi van a testünkkel, utána a karmával, és utána még a lélekkel. Jó? Oké. Okay. És a tudósok kutatták, és nagyon, nagyon primitív kutatást csináltak. Ez azt jelenti, nagyon földön járó kutatást. Fogták húsevő állatot,
növényi evő állatot és embert. És csinálták párhuzam mindegyik között. És akkor elkezdtek. Oké, nézzünk a fogát. Húsevő állatnak tépő fogai vannak, az oldal fogai olyan, mint a penge, az is így vágják. Akkor a növényevő állatoknak örlő fogai vannak. Az embernek örlői fogai vannak. Van az első, hogy harapni tudjunk, leharapni a darabot, kész, a többi az örlő. Akkor mutatja, hogy nem biztos, hogy erre való a testünk. Mert ugye sokszor mondják, hogy ember mindenevő. Nem. Következő. Akkor, mondjam is, ilyen kis távolatról kezdjünk. Akkor megnézték a húsevő állatoknak, mindegyiknek van karmai. Hogyha mi most megnézzük, minden húsevőnek van karmai. A növényi evő állatoknak nincs karmai. Az embereknek sincs karmai. Mondja, állatoknak van patái, embernek nincs patái, hanem körmei vannak. Oké, megyünk tovább. Következő a gyomorsav. Nagyon egyszerű volt, fogták húsevő állatnak a gyomorsavat, bedobták a csontot, eltűnt. Olyan a sava. Növényi evő állatnak a gyomorsavába bedobták a csontot, semmi nem történt. Emberi savba bedobták, ugye a gyomorsavba, semmi nem történt. Szóval már a savkoncentrációm nem ugyanolyan. Következő, fogták és megnézték a bélnek a hosszát. A húsevő állatnak a bélrendszer 6-szor hosszabb, mint a szervezet, mint a test. A növényi evő állatnak 12-szer hosszabb, mint a test. Mert a növény, a zöldség és a többi, a gabona, diófélék, azoknak nem kell gyorsan emésztődni. Szépen lassan, kis, pici savtartalmat, a koncentrátummal. A húsnak kell gyorsan, mert amikor hús meg van emésztve, utána keletkezik, hogy mondjak ezt, hullaméreg. Szóval mérgező válik. Ezért gyorsan kell kievakuálni a testéből. Ezért erre kell rövid bélrendszer. Akkor a növényi állatnak 12-szer, mert ott megvan, hogy először melegszik, mert ott az állat, a húsáv, és az már gyorsan kell emészteni. Ott még először a gyomor felső részébe melegszik, utána jön lejjebb, akkor ott még nedvesödik tovább, utána jön a vékony bélbe, patkó bélbe, és akkor meddig kimegy, az már holnap. És mikor megnézték az embernek a bél hosszát, az is 12-szer hosszabb. De mondj, érdekes, nem? Mondjuk a törzsem mondjuk mennyi? 1 méter, és minimum 12 méter, jó össze van itt legózva, itt ebbe. Igen, szóval ez, akkor lehet menni tovább, de van még utolsó, ami is ilyen nyilvánvaló. Amikor húsevő állat hűti le a szervezetét, az nyelven keresztül csinál, ugye? Az ember izzott, mint a ló. Igen. Ezért, amikor nagy melegbe, kánikulába emberek buszmegállóba állnak és melegük van, akkor nem így állnak, hanem így. A porosáink keresztül hűtik le a szervezetet. Szóval ugyanúgy, mint az állatok. Ugye itt van, szoktunk menni lovagolni, Pistinek a lovardába, és néha nagyon habos aló, mikor jó be van melegedve. Ez csak a testről beszéltünk, jó? Következő,
A finom fizikai az azt jelenti, hogy karma törvény. A megenni a húst, hogyha én magam veszek egy élő állatot, és otthon levágom, az kevésbé rossz karma. De mikor én szponzorálok másokat, és akkor ők öljenek meg, akkor ez agresszió, agresszív energia. És nem tudom, nem ajánlom, mert borzasztó hely, de hogyha valaki nagyon bátor, elmehet Vágóhídra megnézni, hogy mi történik. És amikor ott megülnek az állatot, az, hát csak azt meg kell, meg lehet, mit ajánlanék nézni, nem csak az, hogy hogyan bánnak az állatokat, ez egy külön téma, de állat halál előtt milyen állapotban van. Ő tudja, meg fog halni, ő nem akar, ő fél. Aki rendezi a megülését, az az agresszor. És amikor utána megvan ez a hús, akkor benne megvannak az energiák. És van benne agresszív energia, és van benne félelem energia. Ez azt jelenti, aki eszik hús, alapba nagyon hajlamos az agresszióra. Hát látjuk itt most, ölnek egymást emberek egyre több országban, egyre durvábban. Ez a húsevésnek a következménye igazából. És félelem, mindenki fog félni, mert állat nagyon félt, amikor megölnek. És akkor a karma törvény itt van, például a karma törvény azt írja, hogyha valaki megül a tehenet, akkor annyiszor meg kell születni állat tehén testbe, és megülni fogják, ahány szőrszál van a tehén testén. És nem egy kopasz állat. Igen. És akkor a lelki, megyünk. A lelki először az, hogy Isten azt mondta, Bibliában is, ne ölj. Ugye? Ezt mondja minden szentírásban, ne ölj. És ez azt jelenti, hogy nem mondja, ne gyilkolj, ne ölj. Ne ölj szó vonatkozik minden élőlényre. Nem csak akit ebbe testbe van. Mi is vagyunk élőlények, és állatok is élőlények. Ezért őket nem szabad megölni. És ezt Isten betiltotta. És hogyha mi megölünk, ez ugyanolyan sajnos visszahatása karmával fog járni. Akarunk, nem akarunk, hiszünk, nem hiszünk, senki nem fog minket meggyőzni ebben, majd mi meggyőződünk, amikor kapunk. És a lelki szempont ma másik, hogy a lelki személy, aki akar lenni tényleg, és közöttünk bárki lehet szent, és nagyon nagy tiszta a személy, tiszta a lelki személy, aki Isten kapcsolatba áll. Bárki, nem kell külön születni valamilyen, nem tudom honnan jönni, bárki lehet. De nem összeférhető. Mert szent valaki, szent életű, az azt jelenti, hogy nagyon érzékeny. Nagyon érzik egy másoknak a fájdalomra. És nem furcsa, hogyha valaki mondja, ő egy szent, de közben húst teszik, mert a szent, ő érzi, hogy hát neki ugyanolyan joga volt élni, mint nekem, ennek az állatnak. Nincsen különbség a jog szabályzatban. Mert mindenki Istennek a gyereke, és ugyanolyan joga van, ugye, amikor van egy család, és van egy okosabb gyerek, butább gyerek, és akkor az okosabb mondja, apa, üljük be ezt a kis hülyét. Azt mondja, apa, hogy jött neked eszedbe? Neki ugyanolyan, a testvéred, ugyanolyan joga van élni, mint neked. És az állatnak ugyanúgy. És a szent, ő ezt érzi, nem tud ezt megcsinálni, nem tud megölni valakit. És hogyha mi eszünk a húst, akkor ez blokkolja bennünk ez az érzékenységet másokra. Ezért a háború, mert az, hogy most nekem kellett több területes, hogy megölünk 1000 embert, semmi személyes, csak biznisz.
Nekem csak terület kell. Nem is, értetek, de a vegetáriánus ember, ő már érzi másokat, és mondja, ne öljünk már meg embereket, beszéljük meg, oldjuk meg, de ne öljünk meg senkit. Szóval így ebből nagy baj le, jön meg. Főleg mindig ették húst, mindig emberek. Csak meddig nem voltak a vágóhídok, akkor a család belől, ott valaki megölt egy állatot, ott kell mondani egy mantrát, van egy mantra speciális, és megvan, hogy milyen állatot edd meg, melyeket ne edd meg, akkor az oké. Okay. De mikor most ilyen korlátlan van, ez egy nem jó. Ez az egész föld bolygónak a... Mert van egyéni karmánk, akkor van családi karma, akkor ez tovább megy mondjuk a utcának a karmája, városnak a karmája, országnak és a földnek a karmája. Úgy látszik, amikor Covid volt, az a földnek a karmája, már mikor beérett túlba, akkor bejött az egész földre. Hát egy pár országban nem, ahol nem fog, tudom, Belorussziában nem foglalkozták ezzel. Szóval így működnek a dolgok. És itt most nem ijeszgetni, te kérdeztél, én válaszoltam, semmiképp nem akarunk kelteni bűntudatot, vagy ijeszgetni, mindenki gondoljon, próbáljon megérteni, mert mindenki felelős saját életére, de jó, hogyha tudjunk, hogy működik az élet. Igen. És akkor minden, itt is látjuk, macskák sétálnak, ránézi a szemébe, ugyanúgy élni akar. A védikus szemírások azt mondják, nem egy jó állat, mert gyilkos állat. Ő egeret sportból öl meg, nem azért öli meg, mert ennivalóan, szóval nem egy jó, de akkor se ölünk meg. Mi mindig, hogyha megnézzünk, ő akar élni. Attól, hogy ez az ő dolga. De macska nem csinál karmát. Ez az érdekes, igen, hogy a lélek, amikor emberi testben van, akkor tud jó vagy rossz karmát csinálni. Amikor már megy, alacsonyabb formába születik, akkor csak le kell élni ezt a éveket, mert ez egy büntetés. Szóval az a macska, amit itt szaladgált most, valamikor itt ült velünk. Már valamelyik életben, jó régen. És akkor most le van butítva, ugye, mint a rollereket, van roller, ami tud menni 100-zal, de le lehet butítani, vagy a, tudom, hogy a biciklik, elektromosok 25-re vannak mindig korlátozva, tehát tudnak menni 50-nel is. Ugyanúgy, amikor a lélek az emberi testben nem használja arra az emberi életet, amire adva van, jó, hát akkor nem, akkor kapsz egy BMW után Warburgot. Jó lesz neked, mész majd 20-szal megsüketősz tőle, jó kipufogó van neki, klíma nem lesz. Igen. Mert meg is van, hogyha már egy kicsit itt vagyunk, hogy nem véletlenül kaptunk emberi testet. Ugye emberi test az egy felelősség, és akkor használva van az emberi test, hogyha kérdezünk, mi az élet értelme, miért születtem? Azért, hogy meghalok? Mert oké, születtem, apukám is született, és anyukám is született, nagyapám is született, és kevésbé sikeresek voltak, de meghaltak. Akkor minek az az egész zűrzavar csinálni, küzdő, fenntartás, fejlődés, minden, hogy tanul, mindenki boldog, hogy felosztja a vagyonomat. Annak mi az értelme? Ezért, ez egy jó kérdés, ez fontos, hogy ez a kérdés legyen. És akkor, hogyha mi kérdezünk, hogy hát akkor mi az értelme az egésznek, a családi élet, mindennek, akkor ez a kérdés, ez az emberi életfajnak a kérdése. Mert állat nem kérdez, nekik is van családok, ugye, állatoknak, és ők is meg tudnak védeni magukat, és építkezők vannak, akik ilyen fészeket építkeznek, meg sok minden. De ez a különbség ember és állat között, hogy ember
megkérdezhet. És ez az ember életének az értelme. Kutatni, hogy milyen élet értelme. Így két emeletes választ adtam Andornak. Szívesen. Más? Oké. Köszönjük szépen. Akkor a főnök asszonynak átadjunk a szót. Nem baj. Hát úgy néz ki, hogy nincs több kérdés.